szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a sivatagi törpéink újabb kalandjai. A sokadik téllel. Bár olyan nagy probléma nincs az egész időjárással és mi egyébbel kapcsolatban. Leszámítva talán, hogy hát ez van, ez sajnos várató volt. Sajnos várható volt. Jó. Oké. Másolás, beillesztés, és akkor van még hely. Ugye ez az egész szép nagy egy raktárnak készült, ez egy ilyen tartalék kaja raktár, bár most annyi fér ide be, hogy nagyjából nem kell, nagyjából nincs rá szükség. Legalábbis remélem, hogy nem lesz rá szükség. Kereskedők. Az mindig jó. Mérgező hajóronc plusz menekült kabin. Jó, Gemedi. Menjd meg őt. Itt vannak a kereskedőink, Bren. Bumalóp. Érdekes koncepció lenne. De igazából nem, füves szigit elpasszinthatjuk nyugodtan. És akkor majd sörből amennyi kell annyit. Silánycumóktól megszabadulhatunk. Jó meg remek példányoktól nyilván nem akarunk megszabadulni. Tök jól elücsörögnek a raktárainkba. Fapáncél. Mekkora program lenne. Silány ördögszövet, meg nem tudom mi ez, valószínűleg halottakról szedtük le. Oké. És akkor tényleg a kérdés, hogy akarok-e búmalópokat. De a válasz az, hogy nem. No, javult egy kicsit a kapcsolat. Hát az, hogy ezzel mit akarok tenni, azt még nem tudom. Mert a robotágyú az kicsit messze van. Viszont
Ha én ilyen kósza ötletet dobok ki, hogy ezt akkor rendezzük, abba csúnyán bele fogunk halni. Úgy érzem. Jó, hát takarítsátok be, amit lehet. Mert amit nem takarítunk be, azt elvesztünk. A struc majd éjszaka levadásszuk, az tiszta sor. Elérkezett a struc vadászat. Oké. Na hát, sajnos az, ami meg majd meghagytunk, abból nem sok várható, hogy megúszza az éjszakát. Betegségfertőzés. Pavel. Hát erre azt tudom mondani. Így jártál. Beosztását rendeztük. Beatrice és Bran van ébren. Na jó, legyünk jó fejek. Jó ellátást kapott, de azért a fertőzés az mindig vicces. Hát úgy látom előnyben van, úgyhogy akkor meg fogja úszni. Na, megvárjuk, hogy mi van vele. Influenza állat. Itt milyen ellátást kapnak? Egyébként talán túlzás, de Na hát megvárjuk, hogy mi lesz Pavellel. Mert ha csatlakozik, akkor ugye lelkes harcosunk lesz. Ha nem csatlakozik, akkor szintén jó, csatlakozott, remek. Pozitív ellátás, mi egyéb? Van egy jó fegyver, amit neki tudok adni? Nem nagyon. Ah, alkalmas orvosnak. Lelkes vadász. Hát ezt mindenkinek kell. Jó, hát ez édes kevés egyelőre. Ez a fajta meló.
amit eddig tanulsz és szeretnél. Bár a rakodó takarító az azért hasznos lesz. Jó, és először takarítson. No. Bármi, aztán meglátjuk, hogy milyen Pavelünk. Revolverhős. Akkor neki nem annyira... Bár fene tudja. Meg mennyi a lőtávja? Mert valószínűleg majd arra a harcra. Azt fogjuk használni. Jó, nagyon messzire. Remek. Hogy lenne jó az oda? Jó, építés. Mérjünk egy távolságot, mondjuk energia. De akár meg is nézhetnénk, hogy mennyi a Stukker hatótávja. És egy kicsit trükközünk. De kell 20. Oké. Hát többet nem tudok tenni. Pavel, miért voltál hülye? Na mindegy. Jó, még vérveszteségével is küzd. Így azért van itt minden. Immunitása az elég jó. Na hát megvárjuk Pavelt, és utána reménykedünk. A rövid válasz. Hát ez nem lesz egy jó harc. De nem látok jobbat. Ez egy kicsit korai, úgy érzem. Hogy ilyeneket kapjak. Azt hiszem a kovácsolás vagy a gépészetnél lesz az, ahol szét is tudjuk szedni őket. Tehát szét se tudjuk szedni még a gépszörnyeket. Még ennyire törzs vagyunk.
Hát úgy látom, azért ez nem lesz vészes a állatok esetében. De gondolom, ha el vannak látva, akkor azoknál nem egy nagy gond, hogy hogy jó, hogy nem jó. Bren? Megtalálom, melyik a kereskedőjük. Töttöröttöttö. Hát ez mind homály. Jó, gyógynövényt adjál. Adunk cserébe sört. És add ide az összes pénzed. És az összes pénzed alatt azt jelentem, hogy az összes pénzed. No. 1000. Vadvilág semmi, kutatás félig megvan, mondjuk halad, de nem szágult. Nem szágult. Hát kár. Immunitás megvan, helyes. Orzsolása az még eléggé lassan gyógyulgat, de hát... Aha, 2, 2, 10, tehát 12-en üldözik. De egyébként befogadjuk. Azonnal jön a horda. Molotov koktél, vadászpuska, mi egyéb. Tűzvető. Hát lássuk. Egy részük ide megy bohóckodni szerencsére, vagy sem. Itt csak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 érkezik a tényleges harci zónába. Thank you.
akkor nincs mit cifrázni, van elég gabasz. Oh yeah! No, hát mindenki sérült. Többé-kevésbé. Erős összeomlás, azt mondod? Na mennyire katasztrófa, jó, te viszonylag olcsón megúsztad. Hát te eléggé nagy bajba vagy. Relatív, mondjuk a két törzslövés az nem tett jót. Apróbb lövések, nem vészes. Lee gyűjtött újabb gondokat. Jó. Falá plusz harapások, mondjuk 5 óra. Jó, hamster van bajba. Jó. És akkor van még egy Pavelünk, vagy Fon, vagy kicsoda. Hát 4 gyamérne, szakács 7. Akkor te mész az egyik első szakácsnak. Jó, és hát ha kell, akkor még pakolsz meg mi egyéb, de utca gyerekünkkel nem lesz baj. Tarasz a miénk, vagy az övék? Ja, hogy megpróbálta arrébb menni a kopasz gyerek, csak nem sikerült. Hát, kellemetlen. No, egészség, hogy áll? Nyomokban ellátva.
De mikor lett az, hogy mindegyik... Minden második. Ja, pestises után egy csomónak ugye megadtuk a jobb ellátást. Anélkül, hogy megérdemelték volna. Na mindegy, lassacskán ellát mindenki mindenkit, úgy látom. Nem feltétlenül jól, de ellátjuk őket. És ez sokat segít, ha már nincs közvetlen életveszély mindegyiknél. Ó, hogy a pa. Merre van Cleo? Menj meg! Most nem érdekel az alkoholtivornyád. Jó. Nincs közvetlen életveszély, lassan elmúlik, stb. Magától gyógyuló faláb, ha jól látom. Kombónak kéne előbb-utóbb még egy kis ellátás. Meg Cleónak, meg mindenki másnak. Na, azt hiszem most már mindenkit elláttunk. És akkor jön a móka, hogy napokig pihengetünk. Hát te vaze, menj és egyél. Ez azért nem egy olyan bonyolult dolog. Ki az egyik legjobb építészünk? Lee. Hát elég rosszul állsz. Lánca. Beatrice. Ő egész jól áll. Akkor vedd előre ennek a megjavítását, hogy behúzzuk a 3300-at. Ja, nem ez volt a gond, hanem hogy itt megszakadt. Muszáj volt szétvernetek, nyavajás dögök. Ebből erednek itt a gondjaink. Nem, neked nincs időd, te most mész rendet rakni. Mennyire van beállítva a többi? 25. Ki hadsz egy sört, annyit megengedünk. Nem örülök neki, de megengedünk. De nem pihensz.
Menj meg harmadszor a szerencsétlent. Igent mondott. Li és Okapi. A beteg ágyon vérben fektrengve azt mondta, ó, szeretnénk összeházasodni. Talán a dromedárnak nem kéne egyszerű ételt adni az etetés érdekében. Elég lenne ellátni. Nagyon aranyos, hogy sétálgatsz. Esetleg cipelj is. Kicsit hasznosabb lenne. Cleo megy, úgy látom, dromedárt ellátni. Egy, kettő. Hát ennek van lakója, van lakója. Akkor kifogytunk ágyakból. Valószínűleg nincs szükség tartósan arra az ágyra. Nem valószínű, hogy mindenki túl fogja élni ezt. Mert még itt jön a halálmóka. Ez csak az egész előtti vickor kópém jegyév volt. Na, hát mindenki el van látva, mindenki gyógyulgat, vagy sem. Néhányan dolgoznak. Két jó ágy. Hát, haladunk. Lassan, de haladunk. Okapi is felépült. Pável tud járni, az mindenkinek jó, mert akkor rohangászik is. Ő úgy szokott, minden indok nélkül. Fon és Pável. De hogy ő éjjeli bagoly. Csodás. Meg ínyenc. És közelharcban jobb. Na mindegy, az nem izgat. De akkor az ő korlátozása. Kezdjen aludni itt. És az segít majd akkor.
No. Már csak ketten-hárman sérültek. Az mi még mindig katasztrófa, persze. És hát miután fölgyógyult mindenki, megyünk vissza újra, hogy megverjünk mindenkit. Jó, lét nem fogom várni, de mondjuk nem is ő lesz valószínűleg az utolsó. Hanem Pavel. Meg még belőle sok van, jó, mondjuk lassan elfogynak az aprólékai. Balkar az pikpak, megoldódik innen már. Burgonya elfogyott. Volt még, ami megúszta. Lol. Na itt 11-es ide, meg egy 5-ös oda. Yikes! Ez még nem egy gyors folyamat, maradjunk annyiba. Ráadásul nem is túl jól ellátott. Sajnos, de hát ez van. Na, hát ha túléli mindenki, akkor majd még rendezkedünk egy kis további szobára, bár ezután már tényleg nem kéne több embert befogadni. Akár át is mehetnél a orvosi szobába. Csak egy ilyen kósza ötlet. Na, hát reméljük, hogy egyéb probléma random nem ugrik most ki. Akad egy struccunk. Másik az nem tudom merre van, nem nagyon izgat. Egyik struccot levadásszuk éjjel. A másik az tőlem ott témfereg, ahol akar. Toborzási pörgése abba maradt. No. Ihlet toborzás. Ragad meg a tűzvezőt. No. Lee és Beatrice. Hát, lássuk, jobb nem lesz. A helyzet. Miért úgy? Na mindegy.
egy darab energiaüteges szörnyeteg. Kidől? Kidől? Sérültek, menjenek haza. Egy bal nagy lábujjat elbukott. Pavel meg vegye fel a reflex bogyóját. Na hát ezt relatív olcsón megúsztuk. Ahhoz képest, hogy mennyire rossz is lehetne. Tetemek, mechanikus tetemek, és akkor azokat legalább becígeljük, amíg egyszer majd el tudjuk látni. Fejlett alkatrész. Hát nem egy nagy program, ennél nagyobb loot halmok is jöttek már ilyenből. De megoldottuk, viszonylag olcsón. Valakinek a kis lábujjába belekerült persze, de mindent nem lehet megoldani. Ren egy ideig pihízik. Akinek a kislábúja volt, az meg már rendbe jött. Vegyes kereskedő. No, hát őket még meglátogatjuk, megfogjuk. Megnézzük, aztán azzal zárunk mára. Kaja van itt bőven. Még van némi kaja ide is. És 100 kaja megvan. És azért a tél nagyobb része már elment. Plusz egy emu, meg egy suc még van a pályán. Te vagy az egy szál vegyes kereskedő? Ja. Oké, ki a dumcsizónk akkor, ha Bren Lee. És a csirkéket lehet, hogy egyébként meg is vesszük. Egy tyúk. Meg egy kakas. Hát legyen mind a kettő. Hadd legyen tartalék. Az belefér. Csokit megvesszük. Hát azt hiszem megvesszük. Majd meglátjuk. Ha van sok-sok eladnivalója, akkor megvesszük. Van 300 üzemanyagunk, kémiai üzemanyag. Hát pedig az nem kell. Az nekem nem kell. Pedig lehet, hogy azt vettem.
De nem kell. Okot rész. Háromra fogytunk. Te jó ég. Merem remélni, hogy az... az nem pontos. Mert az nagyon-nagyon kevés. Nem, van 70 másik. 3 az mit tudom, valami sérült alkatrész. De úgy érzem egyébként azt a 30-at is megvesszük biztos, ami biztos alapon. Jobb nem kifogyni belőle. Ambrózia, hát 3 ambrózia nem érdekel. Egyébként igen, ez a buli, hogy itt 400 sört eladunk, és akkor minden happy. Homokkőpő, pókerasztal, acél, betegágy. Oké. Mondjuk begyűjtjük, kérdés nélkül. Jobb lenne egy dupla, de begyűjtjük, 400-at megér az. Főleg, hogy normál. Jobb lenne még jobb állapotban, de... de befér. És akkor nem kell kifejlesztenünk annyira sürgősen. Jó. És így is még pozitív marad a mérlegünk, hogy több száz húst veszünk. Jó. Be az istállóba. Lesz majd, amikor lesz, 10 csirkére jók vagyunk. A többit meg remélem idővel bepakolja mindenki nekem. Ahelyett, hogy itt hagynák elpunyadni a cuccokat. Ezt meg szépen telepítsék. Jó. Na hát, ez kiváló buli volt. Szereztünk egy betegágyat. Nem a legnagyobb buli. De... de lehetne rosszabb is. Lehetne sokkal rosszabb is. Lassan cipelgetik. Van mit. Remek. Látogatók. Na, hát azt hiszem már ennyi.
folytatjuk innen legközelebb. Több mint jól állunk.